Köszönöm szépen a lehetőség itt lenni. Nagyon élveztem a Vitáliának a előadást, és több ponton látom, hogy összekapcsolnak egymásnak a két előadások. Szeretnék kezdeni, hogy kicsit bemutatni a csárd gazdaság, azért lényeges, mert igazán van egy eléggé kitűzött, célzott használata a komposztnak nálunk, mert biotermelők vagyunk, és a komposzt csak azért csinálni a komposzt, hogy használunk a sárt biokertben. És próbálok azt elemezni a komposzt használat, komposzt folyamatosok, így, hogy miért fontos nekünk a mi kertünkben. Próbálok ilyen fogadni a tudás, meg a gyakorlat, hogy építünk fel egy jó rendszerünk. Akkor a mi gazdasága a Zsámbok Biokert. Miért komposztálunk? Egyrészt nekem saját magam valahogy ez csak mindig érdekelt. Én már régóta biotermelő vagyok, és azóta kicsit ilyen még mindig amatőrnek tartom magam, mert a nagy tudású komposztálak emberekhez, meg a nagy tudáshez messze vagyunk a gyakorlatban a tökéletes elméletből, de azért a maga folyamat mindig érdekelt nekem, szerintem van benne egyfajta alkímia a komposztálásnál, és így, hogy konvertál egy hulladék, vagy nem hulladék, de egy ilyen nyers szerves anyagból egy nagyon hasznos, stabil humusztűs anyagot, az gyakorlatilag egy csoda transformálás. Itt, hát mi saját magunk komposztálunk, azért is, hogy tudunk kontrollálni valamennyire, amit tudunk, a minősége, az alapanyag, a szubsztrát, mondjuk erőforrás, az vagy saját gazdaságról származik, vagy egy közel kapcsoló kis termelőtől származik, és akkor eléggé biztos vagyok, hogy mi van benne anyagilag az előforrásokból. És akkor az is, hogy tudunk felépíteni a minőséget a saját gyakorlatból. Hát nyilván ez nem új információ mindenkinek, és nem sorozom minden a lényegek, mert Vitális szépen átfutott sok előnyek a komposztról, de így, hogy tudunk javítani a talajnak a szerkesztés és a talajnak a tulajdonsága, hogy emelkedik a talajban a víztartalmazó kapacitás, a stabil humusz tartalom, így, hogy más kerti technológiával együtt a szükséges levegő víz elragadás helyek a talajban. Ezek mind fontos. Bocsánat, egyszer-kétszer inkább angolul visszaesek. A maga növénynek a talaj a termesztésben, hogy a megfelelő tápanyagpótlás, táplálék. És nagyon fontosnak tartom, hogy a mi gazdálkodásnak a környezet hatása, a komposztálás segítséggel tudunk lezárni bizonyos
életfogatás, vagy még anyagfogatásokkal, így, hogy kevesebb a környezetnek a rossz hatása. Akkor pár képek a saját gazdaságról, a Zsámbögő Bélkertnek a bemutatása. Itt volt egy valami önkéntes nap, amikor krumpli bogár szedés volt. Mi kertünk, mondom egy pár dolog ezekről, összesen most egy 2,5 hektár területen gazdálkodunk. A célunk az, hogy egy ilyen vegyes kis gazdaság, gyakorlatilag a zöldségtermesztésből élünk, mert az, amit pénz fogadja. Kezdtünk 2010-ben, és akkor egy ilyen biointenzív kis gazdaság, amiből a 2,5 hektár kevesebb, mint egy hektár zöldségtermesztés, és kb. 2000 négyzetméter fóliasátor termesztés, és az a winter harvest, az egész év valamennyi termesztés, betakarítás, elsősorban ilyen különböző salátákkal. Nekünk a profilunk egy ilyen szezonális többféle növény, és mondtam már, hogy a zöldség a kis gazdaság valami, ami igazából valami pénzhoz. De mögötte a többi területen, meg a zöldséggel között, és igyekszünk, hogy megerősítünk folyamatosan a biodiversitás, vagy a sokféleség a kertünkben. Egyrészt azt hiszem, hogy a komposzt maga az egy nagyon gazdag forrás a biodiversitásra, mert mikológiai biodiversitás. De ezen kívül akkor van egy kis gyümölcskert része, van egy legelő, van a kertnek, van egy növénysávok, stb. Van is egy igásló, akivel dolgozunk, Sári-nak hívja, Sári Ló, az is erősíti a diversitás. Még a szociális, emberi diversitás is van nálunk. Körülbelül 6 állandó dolgozó kertben, 4 vagyunk, mint tulajdonok, van egy cég, és akkor 4 megyünk a cégben, és akkor plusz felállású vagy önkéntes emberek. Akkor inkább most kezdem beszélni a komposztálásról. Használunk a komposztban biodinamikus preparátumok, de ez nem ennyire nem vagyunk vaskalapos, és ennyire nem vagyunk tökéletes, rendszeres a biodinamikus preparátum használatban, de azért valamennyire segít a minőség talán. A technológia lehet beszélni dolgokról. Igazán itt a kezdéssel akarok beszélni, hogy az utóbbi években, hogy komposztáltunk, és ez az előadás konkrétan ilyen abban az utolsó évben kísérlet, és az hogyan látom a fejlesztés, a komposztminőség fejlesztés azzal. Akkor hagyományosan mondjuk az utóbbi időben egy ilyen passzív rendszer prizmában rakott szerves anyag, főleg istalló trágya alapanyagból. Raktunk prizmában, amikor volt időnk fogatni, azt fogattunk, de kézzel, akkor kicsit korlátozott volt a fogatás, és láttunk is, hogy komposzt talán
főleg a külső része, amit ahol könnyebben elérte a levegőt, de mindig volt egy belső rész, ahogy a Vitéria mesélt, hogy itt szerves trágyával, főleg ilyen bikák a trágya, akkor van az a sötét, akár fekete trágya, de nincs, látszik, ha közelebb nézed, nincs eléggé lebomlott a prizmának a közepén, és nincsen, akár kicsit büdös, nem nagyon büdös, nem, de kicsit büdös tudnak lenni, és lassú. Akkor amiatt, akkor nem voltunk elegedett a komposzt minőségünkkel. Jó humusz anyagot termeltünk, de nem a számomra nem volt elég jó minőség. Nehéz is volt kezelni. Szükséges a mi rendszerünkben, nincs traktorunk, és nem is nagyon akarunk, nagyon akarunk gépesíteni, pedig gondolkozom, de van több oka, hogy miért akarunk, van több oka, hogy miért nem akarunk gépesíteni jobban. De gyakorlatban most nincs, és nem is volt ilyen homlokrakadó, egy kanállal, ami mondjuk lehet fogadni, az egy kicsit durva technológia fogadni, de ha kezdünk beszélni a mi magasságon, méreten egy ilyen speciális komposztfogató gép, az már kicsit nem reális. Akkor csináltunk, amit tudtunk, de azt láttunk, hogy gyakorlatilag kevés a levegő a prizmában. Szeretnünk is, egyre többet olvasom, hallgattam a talaj élő a gombákról, főleg az abaszkula mikroalga gombák, hogy milyen jó hatása van a talajban, a biointenzív termesztésben, de ezt tudunk, hogy ahogy addig komposztáltunk, ez kevésbé hoz. Akartunk megerősíteni egy jó agyag humusz koloid termesztés. Már Vitália már emlegette a Johnson Su komposzt bioreaktor féle technológia. Itt van sorozva az előnyek, én nem mondom végig ezeket, mert visszélés is tekintett ezekkel. De az egy érdekes, mert a mi helyzetünkben, ahol jön a szerves anyag rendszeresen, és akarunk komposztálni, de nincs képvisített, akkor itt van egy fajta technológia, hogy levegőztetni lehet a komposztunk. Akkor kezdem érdeklődni, utána nézni, kísérletezni. Az volt az első sárt kísérlet, egy ilyen klasszikus Johnson reaktor, ami szerintem jó tapasztalat volt akkor, de az is láttunk nagyon hamar, hogy a mi rendszerünkben nagyon munkaigényes. Megint Vitália emlegetett az, hogy az alapanyag beszerzés, elkészítése eléggé macera, és betölteni egy ilyen kb. Egy kubméteres konténerben kézzel betenni, az nagyon munkaigényes. Nem túl reális a mi terület méreten. Akkor azt is tártunk, hogy igazából egy kubméter
hát a kezdő a reaktor, abból mondjuk kb. Egy felkőméter jön ki, ez viszonylag kevés a kész komposzt, amit előletre. Lehet, hogy nagyon jó csinálsz, akkor nagyon jó minőség a komposzt is, mint oltás, annyira kiváló, de mint amit szükséges táplálék pótlása a növénynek, annak kevés. Tölteni a reaktor az munkaigényes, és nálunk kétszer hetente elkezik egy a faluból egy lovaskocsi mennyiség istolott rágyát. Nem reális kezelni csak ilyen kis reaktor keresztül. Akkor ja, így állnak sok anyag szükséges, így értem, hogy felépíteni a beton hálótól a raklap műanyag oldalak kicsit drága meg munkaigényes az összerakni. Akkor gondolkoztam, és gondoltunk, hogy csak kezdünk próbálni átalakítani azt az ötlet, az alap folyamatnak a lényege, átalakítani egy prizma formában azt a technológiát. Így nevezem én egy Johnson bioreactor hibrid van nálunk, a Jean-Bucky Bioket, Johnson Su kompost bioreactor hibrid. Akkor itt az első kép, igazán jól lehet látni, hogy hogyan áll. Mi ugyanígy rakjunk föl, és az egy évig megy most ez a kísérlet. Ez a tavalyi év volt a kép, körülbelül egy pár hónap a kezdés után. Az itt először letesszünk raklapot, szabványos EU-s raklap. Megtaláltunk egy viszonylag olcsó forrás ezeknek, és az kicsit az egy investálás, de sokkal kisebb investálás, mint ha kezdünk venni egy traktor, még egy prizma fogatógép, meg ilyesmit. Akkor aránylag kis pénzről szó. Munkaigényes, az még mindig az van, de kevésbé munkaigényes, mint tölteni a klasszikus Johnson bioreaktor. És a csövek, itt állítjunk fel először, hogy és keresünk új ötletek, akkor ha valakinek van egy jobb gondolata, hogy lehet ezek állítani föl a csövek, arra nyitott vagyunk kísérletezni, mert elvileg sűrűbben is kellene tenni a csövek, de csak egy gyakorlati probléma, hogy igazán nem nehézen a csövek között tenni az anyag, hát túl sűrűen van azt fel. Akkor a csövek mennek, megállítottunk így, hogy van egy szögvas, egy ilyen 3 méteres szögvas, ami létrevel ütünk be a talajt, csak egy picit, csak épp, hogy áll föl, és összefogjunk ilyen több vasokkal, egy ilyen kővas, ilyen hajlított kővas, hogy egy kis átmeneti szerkezet fogjunk, amíg nincs töltve közöttek. Így tudtok elkezdeni a komposzt, hogy elkezik hetente kétszer, akár 3 lovaskocsi, megyek a következő, akkor még jobban is lehet látni, meg konkrétan itt az emberek hívódja nekünk az ő telepről
szerves trágyát, istalott trágyát. Így elkezik, és akkor ahogy elkezik, az már egy rutin, ilyen 8 óra körül szokott elkezni, egyszer, kétszer, háromszor egy héten, akkor rögtön megyünk vele egy emberrel, hogy segítünk ő kipakolni. Már ha egy idő hagyunk, akkor ő nem hajlandó kipakolni, de ha kap segítség, akkor szép gondosan rakjunk fel a prizmát. Így csinálunk szakaszon, akkor van egy körülbelül két hét, egy körülbelül 4-5 méteres szakasz, 10 csövekkel, ezek a cső körülbelül 80 centiért mástól, ami mondom, képen vagyok, hogy ez nem elég sűrű az optimális levegőztetésre, de azért sokkal-sokkal jobb, mint ha nem lenne ott a csövek. És akkor, amikor ilyen magasságra érik, körülbelül a csőnek a magasság, az körülbelül 2 méter, inkább 180 méter, bocsánat, 1 méter 80 centi magas, akkor kihúzunk először a szögvas, utána kihúzunk a csövek, és akkor megyünk tovább. Akkor ez folyamatosan kell, nálunk van 12 ilyen szögvas meg csövek, és akkor marad a vitális magyarázat, hogy ez egy kémény hatása, mert alulról, és ha megyek a következő képre, azt hiszem, alulról látjuk, és ez fontos, hogy az marad fönt, marad a lehetőség, hogy a levegő alul be tud élni a komposzt alatt, a prizma alatt, akkor takarítani kell a szélen, hogy nem nincs el van takarva, hogy annan alulról tud szívni föl a levegőt, mint egy kémén a hideg levegő szívja be alulról, és a meleg komposzt miatt akkor fölfele fog szívni a levegőt. Akkor a passzív rendszer, így, hogy mi nem aktívan fogadjunk, de a maga levegőztetés fizikailag aktív, mert mindig magasabb, mindig melegebb a felső része a komposztban, mint itt a föld szinten a friss levegő. Akkor fogatás van a levegővel. Azt, még azt is magától látsunk előn, hogy ha nem is, mert van is egy kísérlet, hogy nem is tegyünk bele a csövek, és már magától is jobb minőség komposzt kezd jönni, hát csak raklapon tegyünk. Nem is beszélünk arról, hogy így, hogy föl van rakva a komposzt kicsit a talaj fölött, akkor kevésbé benőni a gyomok a komposztban, főleg nálunk, ahol van a komposzt telep a kertben, akkor sok talat tud lassan benőni a komposztban, ha nem vagyunk óvatos, és az bekerül a kertben, akkor az egy előn, hogy azt is kiúszunk. Matthew, ne haragudj, hogy közbeszólok, de kezd fogyni az időnk egy picit, egy 5 percen belül be tudod fejezni? Itt pörgest föl, létszi. Jó. Az első kísérlet, akkor most körülbelül 9 hónap, 10 hónap talán elejét. Nekünk ideális esetben akkor tudnánk fogadni a komposztot egyszer-kétszer, de nem is akarunk túl gyakran, egyrészt, hogy
a munkaigényes, költséges, más rész, hogy hát szeretnünk, hogy kialakulnak a komposztban a mikroríze gombák. Ha fogadjunk, akkor elrontjunk, vagy lepontjunk a hálót. Amit láttunk egyelőre, és mondom, ez egy kezdés a kísérletre, képen vagyunk, hogy sok minden akarunk még javítani, még fejlődni, de már látjunk, hogy jobb a lebomlás, jó, ilyen lényegesen jobb a lebomlás. Amit szeretnünk javítani a rendszer, hogy egy rendszeres monitorázás hőmérséklet, meg nedvességgel, az talán egy hónap előtt fogunk megoldani ezt a monitorálást. Jó is lenne labor tesztek, hogy bizonyos fázisban tesztelünk a komposzt minőséget, és látjunk a folyamat haladás, és így tudunk javítani is évről évre. Szükséges fejleszteni a folyamatban a technológia, hogy öntözés, próbáltunk egy picit egy öntözési rendszer, de ide akarunk betelepíteni csepegtetővel, hogy jobban folyamatosan kap öntözés. A komposzt takarás nagyon fontosnak tartom, és mi szoktunk számával takarni. Szeretnünk befogatni a remél fafogatás, az egy ilyen lehűlő fákból egy 2-3 éves anyag befogatni, és szeretnünk is humuszgiliszták is beoltani a komposztot, így, ahogy a Johnson reaktor szoktak. Ezek mind a jövőben. Csak egy pár képek, akkor próbálunk gyorsan. Az tavasszal volt, az egy zöld trágya, egy fekete fekete zab rá szórunk a komposztot. Az láttunk már, hogy a komposzt minőség javul, és jobban apró, jobban finomabb a komposzt, az nagyon fontos nekünk, hogy könnyebben kezelni, és a mi ágyásrendszerben jobban lehet használni. Itt egy folyamat az tavaly ősszel volt, a fóliában átállítottunk a terület, akkor a paradicsom között, akkor kezdtünk kidolgozni a terület, hogy az első téli salátának a készítés, akkor itt lehet látni, hogyan kezelünk a komposztot. Nálunk a kertben ilyen állandó ágyások, biointenzív ágyások művelünk, és szükséges arra egy tápanyag gazdag komposzt, stabil humusz adjag kolloiddal, minél több. Szeretnünk, hogy a konzisztens méretű anyag, komposzt anyag, hogy könnyű lehet szétszórni, meg kezelni. Szeretnünk így, hogy erősíteni a gomba baktéria arányt. És fontos, hogy patogén és gyommag mentes a kész komposzt. Egy kicsit szaladtam a vége, de remélem, hogy a lényeg az itt van. És köszönöm az előadás lehetőséget.